A szállítmányozással foglalkozó cégek több mint 40%-ánál jelentősebb az exportfuvar, mint a belföldi szállítmányozás. Új lehetőségek nyílnak meg a nemzetközi szállítmányozásban, ha az M3-as autópálya tovább épül Ukrajna határáig, mondják a hazai vállalkozások. Az elmúlt két évben nagyban átrendeződött a hazai szállítmányozási piac. A fuvarozást, raktározást végző cégek megszűnési rátája meghaladta az összes vállalkozásét, áll egy KSH jelentésben. Az ágazatban viszont az árbevételek folyamatosan és jelentősen javultak. Itthon a gazdasági válság után majdnem a felére csökkent a szállítmányozási főtevékenységgel foglalkozó cégek száma, csak a nagyobbak maradtak és maradnak talpon. A vállalkozások eredményessége nagyban függ a megrendelésektől, a szállítmányozási áraktól, ami az üzemanyag költségek, az adók és az egyéb járulékos költségek, mint például a biztosítások függvényében változik. A közúti szállítmányozók legnagyobb kiadása az útdíj, de az utóbbi időben a munkaerő hiányal is meg kell küzdeniük a cégeknek. A az ágazatban. A szakma előregszik és a kamionosok jobbér fejében Nyugat-Európába mennek, ezért a fuvarozásban azt mondják, szükség van az államilag támogatott gépjárművezető képzésekre. 6000 kamionos hiányzik a közúti fuvarozásból itthon, egy hivatásos gépkocsi vezető jogosítvány akár 1 millió forintba is kerülhet, ezért indultak el az államilag támogatott képzések. Köszöntöm a stúdióban Volosinowski Lászlót, a Szurotrét Kft. osztályvezetőjét. Jó estét kívánok! Üdvözlöm, üdvözlöm a kedves nézőket! Önök egy közepes méretű ö, szállítmányozó cég, ha jól tudom. Így van. Hogyan tudnak ö, egy ilyen piacon életben maradni, ö, maguknak kihasítani egy olyan szegmenst, ami életben tudja tartani önöket, hiszen a válság idején nagyon sok, nagyon sok cég kihullott ezen a rostán, és ez nem feltétlenül baj, persze. Hát első körben igyekszünk az erőségeinken még inkább fejleszteni, és hiszünk abban, hogy ha minőségi szolgáltatást adunk minőségi eszközökkel, akkor ezzel életképesek maradunk a piacon. Nagyon sok törekvésünk volt az elmúlt években azért, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani. Ezzel a értem azt hogy igyekeztünk a a lehető legfrissebbé és legfejlettebbé fejleszteni, Úgyhogy sikerült a teljes gépparkot, illetve a gépállományt a mai kornak megfelelő eszközökre cserélni. Hiszünk abban, hogy a sofőröknek a helyzetét, hogyha megkönnyítjük, akkor a mai modern technika segítségével egyre innovatívabbak tudunk lenni, így maga a fuvarozásnak a, a, a minősége, illetve a szolgáltatásnak a minősége javulhat. Ezzel a tértem azt, értem azt hogy már nagyon sok mű, műholdas követő rendszer, illetve eszközállalhoz a rendelkezése, hogy a partnereknek pontos információkat tudjunk arról szolgáltatni, hogy éppen a közlekedő járműveink hol járnak, és milyen útviszonyokkal néznek szembe a sofőrök. Önökre is igaz, hogy jelentősebb az export jellegű szállítmányozás, mint a belföldi? Abszolút. Igaz, hogy a mi szállítmányozási tevékenységünk egy picit speciálisabb, mint a nagy átlag, hiszen mi javarészt tömblesztett áruszállítással foglalkozunk, E, igyekeztünk ezt kiküszöbölni, mert amennyire előny, annyira hátrány is ez, hiszen a speciális szállításhoz speciális eszközök kellenek, de igyekszünk olyan komplex eszközöket vásárolni, amelyek ebben segítenek nekünk. E, sajnos ezt észrevettük mi is, hogy az export szállítás ebben az évben talán még jobban erősödött az importnak a hátrányára, hiszen Magyarországra visszajutni nemzetközi szállítmányozásban igencsak nehéz. Bár ha azt mondanám, hogy Magyarországnak a keleti részére visszajutni, igen, csak nehéz, ezzel mondanám a legpontosabbat, hiszen még a Dunántúl és térsége, akár mondhatom közel az, az osztrák határhoz, még egy olyan pont, ahova könnyebben eljutunk. Viszont kelet-Magyarországon e, találni olyan lehetőségeket, hogy ide visszajussunk, e, főleg nyíregyház és környékére, ez igencsak meg, meghozza azt a nehézséget a fuvar szervezők életében, amit, amire igen nehéz felkészülniük. Mit jelent az, hogyha megépül Záhonyig az autópálya, az M34-es? Én azt gondolom, hogy Ukrajna piaca egy olyan piac lehet, főleg a mi térségünknek, ami import és export területén is egy igen erős fellendülés hozhat, hiszen ha csak azt nézem, hogy ha ömlesztett áruszállításról beszélünk, hogy nyilván ez főként mezőgazdasági termények szállítását jelenti, Um, Ukrajna egy jó felvásárló piac, és majd hát a jövőben lehet egy olyan piac is, ami um, sok fúar lehetőséget adhat nekünk, hiszen ha csak nézzük azt, hogy Európa Németországi felére szeretnének nyitni, vagy oda szájtmányzási feladatokat, feladatokat kaphatnánk, akkor igencsak nagy potenciát látunk. Mennyire könnyű megrendelésekhez jutni? Hát a mai piacon ez nagyon nehéz, ezért gondolom azt, hogyha a szállítmányozásban a szolgáltatás, amit mi képviselünk, egyre inkább a prémium kategóriához tud közelíteni, és azt a magas szintet, amit igyekszünk felállítani, és elénk sodornak a különböző kritériumok, és ezeket a leceket meg tudjuk ugrani, akkor talán egyre inkább potenciálisak lehetünk a fuvarpiacon, de a kérdés a válasz igen nehéz hiszen sok szereplője van a magyar fuvarpiacnak. Azt gondolom, a, a legnehezebb mindig egy cég számára tervezni, akkor, hogyha sok a bizonytalansági tényező. Mennyi a bizonytalansági tényező a szállítmányozásban ma? A költsége tekintetében azt kell mondjam, hogy tavaly és idei év hozta a legtöbb bizonytalansági tényezőt, hiszen indulunk az útdíjról, és ha csak az idei év egyik legnagyobb meglepetését a biztosítási összegeknek a igen kiemelkedő megugrását nézzük, akkor így nagyon nehéz költséget tervezni. Igaz, ebben az évben kicsit segített rajtunk az olajár, hiszen nagyon rég volt az, hogy ilyen kedvező áron tudjunk üzemanyagot, üzemanyaghoz jutni. Hozzáteszem, az UD viszont nem biztos, hogy mindig kompenzálja ezt. Igaz, az eszközök beszerzésénél, mint ahogy említettem, most a lehető legjobb eurobesolású autókat igyekeztünk megvásárolni, hiszen tekintettel kell, hogy legyünk a környezetvédelemre is ha az autópályának a díja ezt a jövő évben fogja valamilyen szinten tükrözni, akkor azt gondolom, hogy ismét eljutunk oda, hogy van egy könnyítő tényező. Mivel nagyon sok az olyan változó, amit nem tudunk kiszámolni, és az év másik nagyon nehéz pontja volt a sofőrkérdés, amire nagyon sok forrazó cég panaszkodik, hiszen a egyéb országok a körülöttünk lévő Ausztria Németországot csak ha nézem, nagyon sok uh, sofőrt uh, elvitt arra a piacra, hiszen kedvező feltételeket tudtak nekik biztosítani, illetve magasabb bérezést. Uh, igyekszünk mi is a többi forrazó céggel együtt kigazdálkodni ezeket a lehetőségeket, és a fiataloknak nagyon sok uh, lehetőséget próbálunk adni ahhoz, hogy ők is uh, uh, be tudjanak indulni ezen a piacon, hiszen azt gondolom, hogy talán ez egy olyan, olyan szakma lehet, ami a, tudja azt biztosítani a, a magyarországi fiataloknak, hogy egy európai színvonalon éljenek, igaz sok áldozattal jár. Mi az, amit egy ilyen viszonylag kicsi szállítmányozó cég nyújtani tud, vagy kínálni tud egy munkavállalónak egy nagy céghez képest? Én azt gondolom, hogy a családias légkör mellett ez az egyik előségünk, azt tudjuk nyújtani, hogy egy maximális biztonságban érezheti magát az, aki nálunk dolgozik, hiszen a fuvarpiacon igyekszünk több hónapra előre látni, sajnos ugye ez az export piacon megy még egyelőre, de nem gondolnám azt, hogy a, az eszközeink a következő egy-másfél-két hónapban nem látnánk, hogy milyen import fuvar, hogy tevékenységek fognak hazaérkezni. A másik az, amit tudunk biztosítani, a folyamatos képzés. A képzés alatt értem azt, hogy ugye a gyártók, a különböző kamion, illetve a pótkocsi gyártók új fejlesztéseket hoznak ki, igyekszünk ezeket elsajátítani, és a sofőröknek a képzését pedig próbáljuk arra az irányra terelni, hogy a mai modern kornak megfeleljen az ő tudásuk is. Volosi úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk ma este. Köszönöm én is.